Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vettek ezen a konferencián, hiszen ténylegesen a gazdaság több mint 20%-át adó ágazat a számunkra kiemelten fontos, és amit nagyon fontosnak és pozitívnak tartok az az, hogy az elmúlt időszakban egy szoros együttműködés, konzultáció, véleménycsere zajlik az állami irányítás és a szervezet között, ahol remélhetőleg kölcsönösen tudjuk egymást tájékoztatni, illetve megtermékenyíteni a gondolatokat, hogy mit és hogy lehet csinálni a gazdaság oldalára, és mit és hogy lehet csinálni az állam és a gazdaság irányítás oldalára. Az előadásom három részből fog állni, az első egy ilyen általános fölvetítés, trendek és kihívások címmel, a második a magyarországi helyzet, amit bizonyos szempontból általam talán jobban is ismernek, és harmadik néhány intézkedés, illetve lépés, amelyet a kormányzat megtesz. Az elmúlt időszaknak a tipikus átalakítási folyamatai, ezek a konvergenciák voltak. A monostori professzor úr és munkacsapata nagyon érdekesen kidolgozta, hogy hogyan közelít egymáshoz a virtuális világ és a fizikai világ. Ugye valamikor elkülönült a számítógép és a számítógépes irányítás, aztán a mikroprocesszor és a CNC, vagy a grafikus feldolgozások és a CAD, és így, ahogy mentünk, egyre inkább közelebb kerültünk a virtuális és a fizikai worldnek, a fizikai világnak a kapcsolódásához, és ugye manapság már teljesen egyértelműen, hogy kiberfizikai rendszerekről beszélünk. Ennek a szájnak az az extra üzenete véleményem szerint, hogy jól látható, hogy Magyarország a kutatásfejlesztési, az elméleti és gyakorlati kutatásfejlesztés élvonalában áll, hiszen mint azt, aki együttműködve a Műegyetemmel vagy a Fraunhofer Institúttal, olyan elméleti munkákat végez, amelyet az ipar gyakorlatban is jól használhat, és ez kimondottan extra lehetőségeket jelent a magyar gazdaság részére, hogy gyorsabban haladjon az IPA 4.0 útján, mint azt eddig tette, és leküzdje az elmaradását, illetve minél inkább az élre kerüljön. Ugye az üzleti modellekben is egy jelentős változás történt, manapság egyébként ugye már nem termékek gyártásáról, hanem üzleti modelleknek az értékesítéséről beszélünk, és a vállalatok az okos infrastruktúrák lehetőségeit kihasználva továbbfejleszthetik az üzleti modelljeiket, amelyek megjelenhetnek természetesen én értelmes termékek formájában, mint az egyedi sorozatgyártás, vagy a nagyobb gyártási pontosság, vagy a távirányítás, távfelügyelet optimalizálás, illetve az elektronikus hírközlésben a tartalomszolgáltatás, a felhőszolgáltatások, a big data, az Internet of Things és a gép-to-gép kommunikációs dolgok. Tehát az üzleti modellek is konvergálnak, és az infrastruktúrák is még inkább. Ha megnézzük jelen pillanatban, ugye az LTE Advanced Pro 4 és feles rendszerek működnek, illetve ezeknek az elterjedése várható, és úgy becsüljük, hogy az internettel összekapcsolt eszközök száma 2020-ra 26 és 75 milliárd között lesz, és meg fogja haladni a PC-k és okostelefonoknak az együttes számát, és a várhatóan belépő 5G az LTE-hez viszonyítva 100-szor annyi eszközt és legalább 1000-szer annyi forgalmat kell, hogy kiszolgáljon. De ez nem csak a mennyiségi számoknál jelenik meg, hanem a minőségi dolgoknál is. Itt csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, itt a balassosakban például ez az Ultra Reliable Communications, ami nem csak az egészség területén jelenik meg, hanem általában fölmerül az a kérdés, hogy mennyire semlegesek a rendszerek, mennyire gyorsak a rendszerek, hiszen, és erről van még többször fogok beszélni, az autonóm vezetés területén is épp olyan fontos a kérdés, hogy folyamatosan legyen meg az információ ellátottsága egy autonóm, tehát önmagát vezető járműnek. És itt jelenik meg a felelősség, a kutatás örök dilemmája, hiszen az elmúlt időszakban elég sokat beszélgettünk arról, hogy közeledünk a szingularitás pillanatához, amikor is a mesterséges intelligencia meg fogja haladni az emberi intelligenciának a mértékét vagy mennyiségét. Ugye különböző vélemények vannak, van, aki azt mondja, hogy ez már 2020-ban bekövetkezik, van, aki azt mondja, hogy csak a század végén. Mindenesetre az teljesen egyértelmű,
hogy a mesterséges intelligencia, a műszaki fejlődés továbbrohanó lova és a biztonságos alkalmazás őjének előbbi tűdöző lovak között egy versenye ítéltetett. És itt jelenik meg a jogszabályalkotásnak, a kutatások dilemmáján túl a felelőssége, és teljesen új, komoly, újszerű kihívások vannak. Ugye Borsztam a szuperintelligenciában foglalkozik a mesterséges intelligencia kérdéseivel, és ezzel jól látjuk, hogy hát olyan új gondolatok jelennek meg, mint a törvényhozó felelőssége, a vagyoni kártérítési felelősség, etikai felelősség. Tehát ha például egy autonóm járművet nézünk, ahol átveszi a jármű a felelősséget, ott fölmerül az a kérdés, hogy etikailag kitűssön el, hogyha olyan helyzetbe kerül, kit kell megbüntetni abban az esetben, ha baleset lesz. És ugye a Tesla problémája ezeket a kérdéseket kimondottan kiemelte, és november végén rendezünk egy ezzel kapcsolatos regionális konferenciát, amely ezeket a kérdéseket is elemzi, hiszen ezek már nem egy elvont elméleti kérdések, hogy napjainknak minden napos feladatai. Hogyha megnézzük a magyarországi helyzetet, ugye akkor leszünk versenyképesek a digitális ökoszisztémában, hogyha biztosítjuk a felhasználói hozzáférést bárhol, bármikor, gyors, modern, megbízható, biztonságos eszközökkel. És a pozitív üzenet az, hogy Magyarországon jelentős hosszú távú beruházások valósulnak meg, tehát kedvező versenyfeltételek alakulnak ki, amely biztosítja azt, hogy a megfelelő hírközési infrastruktúra rendelkezési állásával a magyar vállalatok innovatása növekszik, illetve a hírközési piac növekedése eredményesen hozzájárul ahhoz, hogy az ipar 4.0, a digitális gazdaság alapján Magyarország még versenyképesebb legyen. Ha megnézzük egyébként az európai felmérést, ugye 15-16-ban Magyarország a 21. helyről a 20. helyre került, tehát az üzenet nem túlságosan jó. Ami pozitív, az internet használat és a széles sávú elérhetőség, ahogy hivatkoztam a befektetésekre. Ugye a gyengeség a digitális integráció és az emberi erőforrások kérdése. Tehát a legnagyobb kihívás, hogy hogyan menjünk a Ranningehit, tehát a jobb felső sarok felé, elsősorban az üzleti folyamatok digitalizálásával, ahol elég gyengék vagyunk, és a humán kapitál az emberi erőforrás fejlesztésével. Ugye szót hallottuk a bevezetőben, a feladat meghatározásban, hogy hogyan látjuk a helyzetet, és ugye idézem a Munka 4. munkacsoport alakülésén bemutatott prezentációt, ahol azt szeretném kihangsúlyozni, hogy itt maga az ábra az informatikusokat beszél, de a felvezetőben jól hallottuk, hogy digitális gazdaságról beszélünk, tehát ennél sokkal több kiművelt, ilyen szempontból kiművelt munkahely és főre van szükség, hiszen a digitális társadalom a folyamatok minden elemét átitatja, tehát nem lehet manapság egy mézeskalás készítő sem anélkül, hogy ne tudja, hogy hogyan kell például egy honlapot előkészíteni, vagy a terméket értékesíteni, vagy a számítógépeit vezényelni. Tehát ezért ez a munkaerő kereslet, ez rendkívül fontos. Jól látható, hogy a digitalizálás a gazdaságban például a robotizáció fokával mérhető, ahol érdekes dolog, hogy például Kína magasabb szinten áll, mint Lengyelország, ugye itt a 10 000 főre jutó robotokról beszélünk, és érdekes dolog, hogy Magyarország elmaradott, ha Németországot nézzük, azért is meglepő, hiszen Magyarországnak a vezető iparága az a járműipar, ugye ez adja, hogyha összeadjuk a feldolgozóiparnak majdnem az 50%-át, és a járműiparra, a beszállítóiparra együtt jellemző a robotoknak a magas sűrűsége, és az, hogy hát egyre inkább robotokat kell alkalmazni. Tehát itt jól látható, hogy van fejlődési lehetőségünk, sőt, kimondottan feladatunk, elsősorban majd a KKV-k területén. Milyen válaszokat adunk mi ezekre a kihívásokra? Ugye említése került az ényi terv, amelyet februárban fogadott el a kormány, és ez az ényi terv bizonyos paradigmaváltásokat foglal magába. Egyik oldalról egy erősen növekvő ipart, amelynek a szerepe a gazdaságon belül a jelenlegi 23%-ról 24%-ra kell, hogy növekedjen.
A másik ilyen nagyon fontos váltás, hogy nem munkahelyeket szeretnénk teremteni, hanem erőforrást szeretnénk teremteni, tehát már megváltoztattuk a pályázati rendszerünknek egy bizonyos részét, ahol azt várjuk el, hogy a hatékonyság növekedése legyen a legfontosabb szempont egy bizonyos támogatás kiadásánál, ami önmagában ugye jelenti azt, hogy azok a vállalkozások versenyképesek lesznek, másik oldalon pedig ez az egyik forrása annak, hogy hogyan lehet munkaerőt teremteni, azt a munkaerőt, amely jelen pillanatban hiányzik, és a magyar gazdaság fejlődésének egyik fontos gátja. Ami szintén nagyon fontos, nagyon sok multinacionális vállalat panaszkodik arról, hogy nem talál munkaerőt, és érdekes módon az alacsony képzettségű és alacsony fizetési munkaerőt keresik. Föl kell számolnunk ezt a téves nézetet. Magyarország már nem az alacsony képzettségű és alacsony keresetű embereknek a hazája, hanem mindenféleképpen a high skill. Tehát az alacsony képzettségű munkahelyeket váltsuk ki robotokkal és automatizálással, és használjuk ki azt a lehetőséget, hogy jól képzett embereink vannak. Tehát mindenféleképpen innováció vezérelt gazdaságra kell állnunk az ényi terven belül, és ahogy hallottuk, a stratégiák kidolgozása folyik, néhány stratégiát már is fogadott a kormány, lásd az utóbbi időben többször emlegetett BUS stratégiát, és hamarosan jövünk az IKC stratégiával is, amit a szervezettel közösen dolgozunk ki. Ami nagyon fontos még a platform alapú szervezetrendszer, ahol a kutatás, fejlesztés, a képzés, az oktatás és az iparnak kell szorosan együttműködnie. A FIEC pályázatok, amelyekből már jól emlékszem legalább 6 elfogadást nyert, kimondottan ezt a célt tűzik ki, és mindjárt nagyon kíváncsian várjuk, hogy hozzák-e azt az eredményt, amit elvárunk az ipar, az oktatás és a kutatásfejlesztés összefogásától. Jelentős előrelépés történik az ökoszisztéma alapú gazdaságfejlesztésben. Egyik oldalról különböző adókedvezményeket próbálunk elfogadtatni a startupok részére, illetve megjelentek a már modernebb módon működő inkubátorházak és az ezzel kapcsolatos pályázatok. A digitális gazdaság ökoszisztémája teljesen új üzleti modellekkel jelenik meg. Ugye ez az üzleti modell az egy ilyen jelenlő megközelítése, a gazdaságnak dinamikusan nő. 2015-ben 28 milliárd euróra becsülték ennek a jelentőségét. Ugye két szóhasználat van, osztott és együttműködő, vagy közösségi gazdaság. A szlovák elnökség ezt első prioritásra tette, érdekes módon a holland elnökség az autonóm járművezetést tette első prioritásra. És mindenféleképpen mi ösztönözzük a közösségi platformoknak a működését, ugyanakkor több problémát is látunk ezzel összhangban. Ilyen probléma a fogyasztóvédelem problematikája, mind a szolgáltatások minősége, mind a szolgáltatások garanciájával kapcsolatban. Itt nagyon sok pozitív kezdeményezés van, de úgy látjuk, hogy még fejlesztenünk kell mind a vagyoni biztosítékrendszert, mind az online platformoknak a működését, illetve nagyon fontos az adószabályozásoknak a felülvizsgálat, hogy az utóbbi néhány napban egy érdekes vihart kavart a miniszter úr bejelentése a Google videóval, textével kapcsolatban, de az e-kereskedelemnek a kérdései, ezek mind olyan feladatok, amelyekkel Európa együttesen néz szemben, még sehol sem oldották meg teljesen egyértelműen, tehát ha például az Uber-t nézzük, mint egy kimondottan ilyen vitatott kérdést, jól látjuk, hogy hát a európai vélemények ebben a kérdésben eléggé megosztottak, ugyanúgy, mint Magyarországon. Nagyon fontosnak tartjuk az IPA 4.0 platform szerepét az irányi terv végrehajtásában. Ugye ez a platformhoz már 40 cég, egyetem, kutatóintézet, nagyvállalat, kisvállalat kapcsolódott, nagyon sok IVS tag is kapcsolódott, és a platformot kormányzati oldalról arra szeretnénk használni, hogy véleményt kapjunk, segítséget kapjunk a stratégia alkotásában, a feladatok meghatározásában, egy jövőképet, hogy merre kellene haladnunk, hogyan kell összekapcsolnunk az egyetemeket, a kutatóhelyeket,
a támogatási rendszereket, a szakmai specifikus kérdéseket, és nem kismértékben szeretnénk, hogyha a platform a megalakított munkacsoportunkhoz kapcsolódva a humán erőforrás fejlesztési stratégiának a kialakításában aktívan részt vegyen, mint ahogy egyébként erről hallottunk is a felvezetésben. Ahhoz, hogy az ipar 4.0, tehát a gazdaság igényeinek a kielégítése jobban jelenjen meg az oktatás oldaláról, létrehoztunk egy, nem túl szellemesen, egy munka 4.0-as munkacsoportot, ami pont azt segíti elő, hogy ezeket az elvárásokat a különböző kormányzati feladatok szintjén megfelelőképpen le tudjuk bontani. És a technológiai platform oktatási munkacsoportja mindenféleképpen munkacsoportjától azt várjuk el, hogy a jövőbe nézve mondja meg, hogy milyen szakmunkások, milyen szakemberekre lesz szükségünk az elkövetkező 4 év múlva, hiszen nem tudjuk, egyelőre nem tudjuk még fölbecsülni, hogy milyen irányban és milyen sebességgel fog haladni a fejlődés. Tehát nem a jelent kell néznünk, hanem a jövőt, és abból kell levezetnünk azt, hogy milyen képzési formákra, milyen tananyagokra, milyen tematikus javaslatokra van szükség, és azt szeretnénk elvárni ettől a platformtól, ettől a munkacsoporttól, hogy egy minőségbiztosítást adjon, tehát áttekintve az anyagokat mondja meg, hogy ténylegesen azt tanítjuk, úgy tanítjuk, amire az iparnak, a gazdaságnak szüksége van, és feltétlenül szeretnénk a műszaki természettudományi ismeretek terjesztésében egy támogatást kapni. Az egyik legfontosabb konkrét célkitűzésünk a platformmal összhangban az úgynevezett mintagyárak és a mintalaboratóriumoknak a létrehozása. A célkitűzés az, hogy a német minta alapján a jövő év első felében 4-5, tehát 4 stabil és valószínűleg 1 mobil mintagyár alakuljon ki. Itt szakmai vita van arról, hogy ágazati mintagyárakat kellett csinálni, tehát például egy egészségügyi mintagyárat big datával és egy megmunkáló mintagyárat. Minden esetre a pályázati kiírás mostanában megtörtént, és hamarosan elkezdjük ezeknek a mintagyáraknak a megszervezését és a létrehozását. A mintagyárak létrehozásánál természetesen a tudományos kutató intézeteken és az egyetemeken túl nagyon fontos szerepet szánunk a multinacionális nagyvállalatoknak, akik alkalmazzák a napjaikban az IPA 4.0 megoldásokat, és ezt a mintagyárat 3-as célra szeretnénk felhasználni. Az egyes számú célkitűzés, hogy a KKV-k nagy többsége ismerje meg, hogy mit jelent az IPA 4.0 elvárás. A KKV-knek a 80%-ának nagyon kevés ismerete van arról, hogy akár beszállítóként, akár önálló vállalkozóként mire kell felkészülnie. A második lépcső az, hogy aki már tudja, hogy fel kell készülnie, azoknak képzést, oktatást, mentorást biztosítunk, hogy hogyan tudja a saját vállalkozását átalakítani, és a magas szintű vállalatok pedig pályázati rendszerben pályázhatnak olyan projektekre, amelyeken belül végre tudják hajtani a vállalatuknak az átalakítását az IPA 4.0-hoz. Ugye Magyarországon elsősorban a magyar KKV-knak a legnagyobb lehetősége a beszállítóiparba történő bekapcsolódás, és ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, és ezt meg tudják csinálni, meg kell tanulniuk az IPA 4.0 elvárásait. Én azt gondolom, hogy ezekkel a konkrét lépésekkel sikeresen elindítjuk a digitális gazdaság irányába történő lépéseket az iparfejlesztésén belül, és ehhez kapcsolódva módosítjuk a szabályokat is. Köszönöm szépen!